Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket ismét a csatornámon. Én Ilyi és Jennifer vagyok, és azért készítem nektek ezt a videót, mert szeretném, hogyha még jobban megismernétek engem, tudjátok, hogy ki vagyok én pontosan, mit csinálok, mik a kedvenc dolgaim, és hogy egyáltalán egy kicsit átfogóbb képet kapjatok rólam, úgyhogy ha érdekel titeket, hogy ki vagyok én pontosan, akkor tartsatok velem. Én Ilyi és Jennifer vagyok, hát nagyon érdekes, hogy így mit mondjak utána. Énekes, színész, kicsit táncos is vagyok talán, amit ugye színpadon kell táncolni, azt táncolom. Közben marketinges leszek, úgyhogy kezdjük is az elején szerintem. Én hát tulajdonképpen 7 éves korom óta foglalkozom mindennel, ami művészet, és színpad, és média. 7 éves koromban már modelliskolába jártam, Sütő Enikő modelliskolájába jártam, és ott szerintem elkezdődött valahol az én színpadi karrierem, hiszen ott voltam először színpadon. Ezzel egy időben jazzbalettozni jártam, és ott pedig a mozgásom kezdett el kinyílni. És amint lehetőség volt rá, egyből a szüleim beirattak engem zongorát tanulni a helyi zeneiskolában. Egyébként Dunaharasztin nőttem fel, és ott is jártam zeneiskolában. 8 évig jártam oda, tehát végigcsináltam azt a képzést, amit előírtak, és jártam rendesen szolfézsra. Több versenyen és zongora versenyen voltam, ahol elég jó helyezéseket értem el egyébként, tényleg mindig a top 3-ban így benne voltam, ahány versenyen voltam egyébként, egy pár versenyen voltam csak, tehát nem fejlesztettem ki, és ajánlották is, hogy menjek konziba, viszont nem éreztem azt, hogy én csak a zongorával szeretnék foglalkozni. Ezzel párhuzamosan 12 évesen az ottani énektanárhoz is elkezdtem járni, tehát komoly zenét tanultam, és komoly zenei énekképzettségem van, úgy kezdtem. Azóta természetesen nagyon sok popzenei énektanárhoz jártam, és sok mindent tanultam, sok helyről szedtem össze a tudásomat tulajdonképpen, úgyhogy vegyes. Közben színészkedést is elkezdtem tanulni, Harsányi Gábor kommunikációs stúdiójába jártam, de megfordultam a Gornagy Máriánál, Földesi Margitnál, és végül a Sziget Színháznál, ahol most is vagyok, ugye ebből Nemzeti Lovas Színház lett tulajdonképpen, és most a Kincsenparkban játszunk folyamatosan rockoperákat, műzikeleket, és hát ez már 10 éve egyébként, hogy én ott elkezdtem a karrieremet. Nehéz, igen, hogy én mi is vagyok pontosan, egyébként folyamatosan így ugranak be a képek, ahogy időrendi sorrendben megyek, mert 14 évesen versmondó versenyt is nyertem Dunaharasztin, énekversenyeket nyertem, az Európop Dömsödi Nemzetközi Énekfesztivált, többször jó helyezéseket értem el. Ja, és ami nagyon fontos, igen, hát sokan egyébként a Magyarország szépéből ismertek engem, tehát modellkedtem is, ugye a modellkedés ez 7 évesen kezdődött, és ez azért valamilyen szinten folyamatossá vált, és szépségversenyeken mérettettem meg magam, szintén elég jó eredményekkel lettem Miss Winter Hungary, Miss Hungary, Miss Balaton 2013-ban, és a Magyarország szépe volt tulajdonképpen a korona ezekre a versenyekre, ott a top 7-ben végeztem, és utána nem is mentem el több versenyre. Nem tudom, talán azt mondják, hogy a csúcson érdemes abba hagyni. Elég sok mindent csináltam én, mire elérkeztem a mostani verzióhoz. Hát milyen suliba jártam, ez a következő kérdés, amit itt leírtam magamnak. Sima általános iskolába jártam, német nemzetiségi egyébként, tehát németül is nagyon jól beszéltem, annó már azért sokat felejtettem. Angol középfokú nyelvvizsgám van, de azt csak középiskolában csináltam meg. A Vörös Sándor gimnáziumba jártam egyébként utána, ahol drámatagozatra jártam, azt félig meddig megcsináltam, vagyis hát átmentem egy magániskolába, mert akkor jött az életemben az X-faktor, és az 2014-ben volt. 2014-ben ugye bekerültem a top 12-be, és
Ez az a széria egyébként, hogyha nem tudnátok, amikor Tóth Andi megnyerte az X-faktort, én vele voltam egyébként egy csoportban, a Szikora Robinál voltunk, és nagyon-nagyon szerettem ezt az időszakot. Szóval, igen, a magániskolában tudtam leérettségizni végül is, és most, mert azóta van egy turisztikai szervező és rendezvényszervező végzettségem, OKI és végzettség, és most pedig jövő héten fogok államvizsgázni, és a Budapesti Metropolitan Egyetemen a kommunikáció média szakon, és ezen belül is a PR marketing specializáción fogok végezni, úgyhogy marketinges leszek, kommunikátor PR marketing szakon, ez lesz a diplomában, hogyha minden jól megy, úgyhogy szorítsatok, mert jövő héten lesz a nagy megmérettetés. Úgyhogy hamarosan diplomám is lesz, és én nem tudom, hogy szeretnék-e tovább tanulni. Még lehet, hogy egy-két képzésre elmegyek, de egyetemre már nem biztos. Egyébként a tanulmányaim mindig ötös, tehát mindig nagyon jó tanuló voltam. Általános iskolában többször kaptam dicséretes minden év végén kitűnő tanuló voltam, és kaptam 8. végén egy igazgatói dicséretet, hogy minden év végén tényleg jól teljesítettem. És tényleg mindig így a osztály első között voltam. Tehát tulajdonképpen más irányba is elmehetett volna az életem, mert mást is meg tudtam volna tanulni, akár közgazdaságra, vagy jogra, vagy ügyvéd, tehát ügyvéd is lehettem volna, vagy orvos is akár, de a tanulmányaim alapján, de én valamiért, ugye ezek nem, én egy humán beállítottságú ember vagyok, és ez már akkor is realizálódott és tudatosodott bennem, hogy én a reál helyett humán irányba fogok tudni elmenni. A kedvenc ételeim, italaim a következő stílus... Jaj, a szék itt összetörik, nem? Szóval kedvenc étel, ital. Hát ez nagyon változó, mivel ugye nekem azért figyelnem kell az alakomra, de azért nagyon jól főznek a szüleim, úgyhogy ezt nem tudom kihagyni, amikor itthon vagyok, akkor természetesen mindent megeszek, és nem válogatok. Tényleg nem vagyok egy nagyon, régebben az voltam, de most már nem vagyok annyira válogatós, és egyébként megpróbálok figyelni az egészséges életmódra. Most például kitaláltam, hogy most már én nem eszek tényleg. Vannak ilyen időszakaim, amikor elhagyom a cukrot, a fehér lisztet, és tényleg nagyon odafigyelek, hogy mit eszek, akkor tényleg így nagyon tudatosan, például amikor a videóklipemet készítettem, hogyha esetleg azt még nem láttátok, akkor megpróbálom valahogy ide, valahova belinkelni nektek, akkor mindenképpen nézzétek meg, Burai Krisztián írt nekem egy csodás dalt, és Góréval és Végszabival együttműködve készítettük el, szerintem nagyon szupi lett. Szóval, amikor erre készültem, akkor minden nap jártam edzőterembe, nagyon sokat fogyókúráztam, és a legjobb formámat próbáltam kihozni magamból, és szerintem sikerült is, és ezt most is szeretném visszahozni, ugye a karantén miatt a konditermek nem igazán vannak nyitva, de mindig ugye megtalálja az ember a megfelelő alternatívát erre, úgyhogy hát kedvenc ételem egyébként, én nagyon szerettem a quesadillát, a mexikói konyhát, a görög konyhát, kb. Onnan mindent, a muszakát, a török ételeket, tehát ezeket imádom. Ital meg hát az ice teát nagyon szeretem, de tényleg most már vannak zero verziók, úgyhogy ezeket imádom. És bármilyen hihetetlen, én nagyon szeretem a vizet is, úgyhogy hát ilyen uncsi vagyok ilyen téren. Öltözködési stílus. Én soha nem voltam ilyen nagyon szélsőséges, általános iskolában sem, tehát mindig az ilyen normális cuccokat hordtam. Nem voltam ilyen nagyon extrém semmiben, tehát nincsen piercingem, nincsen tetoválásom, semmilyen ilyen mű dolog tulajdonképpen nincs rajtam. Most gondolkozom, tényleg nincs semmi. Semmi, úgyhogy nem voltam ilyen extrém, meg lázadó, fiatal, meg tinédzser, meg ilyenek, szóval
nem voltak ilyen korszakai, nem is volt rá időm, mert tényleg annyira minden időmet elvett a színészkedés, éneklés, zongora, szóval tanulás, úgyhogy ezek tényleg nehezek voltak, és így emellett nem nagyon volt időm lázadgatni. Úgyhogy igazából ezekről ennyi. A stílusom, hát egy ilyen modern, szeretem követni a modern irányokat, és ezeknek úgymond megfelelni. Néha azért szeretem az extrém darabokat, szeretek kitűnni, azért ugye, igen, szeretek kitűnni. Nézem a külföldi divatot, tehát azért követem ezeket nagyjából. Életem legfőbb, vagy főbb mérföldkövei, hát ahogy említettem, nektek voltam a 2014-es X-faktorban, ott a top 12-be bejutottam, aztán a Magyarország szépében 2017-ben ott is a top 7-ben végeztem, és a legutolsó ilyen tévés műsor, ahol voltam, a Sztárban Sztár leszek volt tavaly, és ezt nagyon élveztem, nagyon szerettem, ott is bejutottam a top 12-be, és van még egy nagyon nagy álmom ilyen tévéműsorok kapcsán, de ezt nem szeretném nektek még elmondani, mert félek, hogy nem fog megvalósulni, úgyhogy ezt remélem, hogy összejön, és nagyon szeretnék ezzel foglalkozni. Egyébként még ugye a végzettségem alapján is, meg egyébként is, nagyon érdekel a műsorvezetés, és szívesen lennék műsorvezető is akár, még ezek ilyen hosszú távú, vagy hát remélem annyira már nem hosszú távú, de ezek a rövid közép távú terveimben benne vannak, hogy műsort vezethessek, és próbálok ezért tenni, tanulni, úgyhogy ezek még remélem, hogy várnak rám. Hobbim, hát nekem a hobbim a munkám is szerintem, ugye színházban játszom, a Nemzeti Lovasszínházban, ott most is készülünk a Szent László című rockoperával, aztán az Aladdinnal, úgyhogy van mit csinálni, és valójában ezt szeretem is csinálni, de azért ugye mindig kellenek különböző opciók az ember életébe, hogy mindig legyen hova nyúlni, vagy én szeretem így magamat folyamatosan képezni, más irányba is elmenni ezen a területen belül. Úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ma már az embereknek egy dolgot kell csinálniuk, és egy mellett le kellene tenniük a voksukat. Szerintem ma már tényleg olyan világot élünk, ahol sok minden is lehetsz multifunkcionális, hiszen ugye hányszor látjuk, hogy egy zsűri műsorvezető is, vagy modell is, tehát ugye a modellmód vonal is egyébként megvan nálam. Jelenleg most a Trendy Divatnál dolgozom, és ott vannak fotózások Szigetszentmiklóson, úgyhogy többször dolgoztam a My77-tel, a Me Do For You-val, úgyhogy ezért voltak ebben is folyamatosan így visszajelzések és munkáim. Úgyhogy én most így hirtelen ennyit gondoltam elmondani magamról, mert szerintem ez most így hirtelennyében elég lesz. Szerintem ebből lesz még egy folytatás, mert azért mindig van mit mondani, és szerintem ennyivel még nem zárnám le, sőt, csinálni fogok Instagramra egy kérdezz feleleket, úgyhogy ha még nem követtek Instagramon, akkor mindenképpen tegyétek meg, és akkor ott feltehetitek a kérdéseiteket, és a következő videó arról fog szólni, hogy megválaszolom ezeket a kérdéseket, amiket ti feltesztek nekem, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, szerintem most ki is fogom tenni ezt az Insta sztorit, úgyhogy bátran kérdezzetek tőlem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Szép napot nektek, sziasztok!